február van, és ez az időszak nem csak a tavaszra hangolódás ideje, hanem a farsangi mulatságoké is. Ennek megfelelően e heti szemlénkben bálózni hívjuk Önöket, emellett lesz egy kis kultúra és egy kis közélet is. A tartalomból röviden. A Lélek útja címmel nyílt kiállítás a Művészetek házában. Schwab Bál a vörösvári német nemzetiségi fúvószenekarral. Összefoglaló a vörösvári képviselőtestület januári két üléséről. Természetesen lesznek hírek és ajánlunk programokat. Tartsanak velünk ezen a héten is. Hogy das könnte ich auch auf Deutsch sagen, nicht auf Schwobisch, Schwobisch geht das bei mir. Rein, Schwobisch, rein, Juli, nee, nee. Nicht sagen, rein. Schwobisch geht bei mir, das ist ganz schlimm, die Aussage allerdings, aber innerlich höre ich die Stimme sehr gut, wie das aussprechen sein sollte, aber aussprechen kann ich das natürlich nicht so gut. Ja, schreiben kann ich das besser, ja. Wie ihr seht. Hát schreiben geht's besser. 25, hát most már 30 éve próbálok rájönni, hogy a festészet miből fakad. Mert miközben csinálom, azt tudom, meg miközben csináljuk, ezzel szerintem egyetérthető, egy biztos nincs idő. Hát én elkezdek dolgozni, a feleségem nekem beadja nekem a kaját, nem akarsz mondani, miért, hát csak egy órája festek, hogy igen, hát 4 óra elmúlt. Tehát nincs idő, egy dolog van, az élet pillanata, a jelen van. Biztos hallottak róla egyesek, hogy már sokan érdeklődnek. Berendezkedés az új hazába, ez volt már előjele volt, nehézségekkel és konfliktusokkal. És hogy erről az érdekes konfliktus területről étkezési kultúra szeretnék olyan dolgot felolvasni, ami nem a levelekben van, hanem itt Bonomi egy intézeti publikációkban írt le, és ezt szeretném felolvasni Önöknek. Képzeljék, néhány hónappal ezelőtt magnó felvételeket találtam, amin Solymáriak beszélnek Bonomi halál előtt a 70-es évek végéről. A búcsúra 5.845.000, október 23-ra 300, Mikulás ünnepségre 527.000, és úgy beszéltünk meg annó a művelődési ház vezetőjével, hogy a plusz 200.000-et kigazdálkodja, tehát nem kell a költségvetéshez hozzányúlnunk, és ezt én nagyon örömmel vettem. Köszönöm szépen! A művelődési ház vezetője és üzemeltetési vezetője jelezte, hogy az útviszonyok miatt nem tudnak részt venni, mondtam, hogy jó, lehúzzuk a költségvetéseteket.